Szeretettel köszöntök mindenkit ezen a mai délutánon. Már nagy hagyománynak tekinthető, hogy a Mártonnapi programsorozatot egy templomi hangversennyel nyitjuk meg. Mint minden ünnepnek, ugye a Mártonnapnak is megvannak a maga hagyományai, hiedelmei. Mindemellett ugye a Mártonnap a 40 napos adventi böjtöt megelőző utolsó nap, amikor még megengedett a jó ízű és gazdag paradozás, valamint a vigasság. Az adventi időszakhoz egyre közelebb kerülve viszont úgy gondoltuk, hogy különösen jó leső érzés lesz a lényeknek egy kis hárfa muzsikát hallani, és így találtunk rá Gulyás Csilla hárfaművésznőre, aki már gyermekkora óta játszik ezen a hangszeren, és most már másoknak is átadja a tudását. Én pedig át is adnám neki a szót, fogadják őt sok szeretettel. Gyönyörű helyen játszhatom ma, ezt köszönöm. És nagyon szépen köszönöm, hogy ilyen sokan eljöttek, pedig azért már szépen lesz hát az este. Amikor bejöttem a templomba, azt mondtam magam a viccesen, hogy kint melegebb van, mint itt. De hát ez elvileg változni fog, percről percre egyre melegebb lesz. Én meg remélem, hogy az általam játszott zenék is, hát is nagyon közhelyet ügyesen fogok fogalmazni, melegséget sugároznak már az önök szívében. És nagyon remélem, hogy az a szeretet, amit én érzek, azok iránt, a darabok iránt, amelyeket játszani fogok, azt kerületében át tudom majd adni, és a végén már kifejezetten meleg munk lesz. Ezt a műsorból ígérhetem, hogy ez tényleg így lesz, ugyanis amikor megkaptam ezt a felkérést, bármilyen zenész, bármilyen felkérést kap egy koncertre, akkor ugye mindig az a kérdés, hogy de mégis milyen műfaj területéről válogasson darabokat. És az volt a kérés, aminek én nagyon örültem, hogy mutassuk meg ennek a hangszernek picit a másik arcát is, mert hogy van neki. Bár maga a hárfa, azt hiszem már magában is egy ritkaság, nem csak itt higgyék el, tényleg máshol is az ország bármelyik helyen, meg Budapesten is. De az, hogy ezen a hangszeren nem csak azokat az igazi, jól bejáratú, klasszikus darabokat lehet játszani, hanem lehet egy picit el lehet kalandozni másfajta stílusok irányába is, területére. Azt próbálom majd most megmutatni, meg én egész munkásságommal is azt próbálom követni, hogy egy klasszikus zenés sem lehet csak egy ilyen szemellenzős, életet élő muzsikus, és a zene az bármennyire is Bachot tartom a legnagyobb zseninek az egész zenetörténetben, a zene sem Bachtól Bachig tart, hanem eltartott egészen a filmzenéken keresztül, a műzikelek világán keresztül, egészen napjaink zenéjéig. Ebből próbálok meg én példát hozni, de azért először mégiscsak nem lehet kihagyni, hogy olyan zenét nem mutassunk, ami szerintem, hogyha valaki meghallja ezt a szót, hogy hárfa, vagy meglátja ezt a hangszert, akkor biztos, hogy erre gondol. Kettő dologra szoktak gondolni, amikor én valahol játszom. Az egyik az ír hárfa zene, és mindenkinek eszébe jut, hogy hát az írek kedvenc hangszerem, meg az ír soron is rajta van az a kis hárfácska, meg ugye az ír pincér, még az eurón is, az ír eurón is a nemzeti hangszerük szerepel. És valóban talán az ír az egyetlen olyan nemzet ma is az egész világon, ahol nagyon komolyan veszik ezt a hangszert, és ápolják ezeket a gyökereket. És a mai napig, hát ha nem is minden írháztartásban van egy hárfa, de az biztos, hogy mindenkinek a hárfa, az kicsit olyan, mint már nekünk mondjuk a fúria. Tehát ha nem mondanám, hogy mindenki tud fúriázni, de biztos, hogy mindenki ismer valakit, aki viszont tud fúriázni. Akár csak a gyerekekből tudjuk ki. Tehát kezdetként mutatok egy-két olyan által nagyon szeretett és szerintem gyönyörű írdalmat, konkrétan egy táncot, és utána egy nagyon szép romantikus írdalt, ami szerintem kifejezi ennek a zenei világnak tényleg a gyökerét. Tehát lesz benne egy kicsit mozgalmasabb, és lesz benne szép, romantikus, hát nem picit szomorú lírai történet is. Az első Brian Boru király indulója, ő egy valódi király volt, az 1500-as évek környékén élt, és ő maga is tudott hárfázni, és állítólag, amikor a temetési menetére indult az egész, hát legalábbis uradalomváros,
akkor 100 és 100 hárfás kísérte őt, mármint a kokosót, a menetet, és ezt az indulót játszották. Hát nem voltunk ott, tehát nem tudjuk, hogy ez valóban így történt-e, de nagyon-nagyon nagy valószínűséggel ez az a király írta ezt a darabot, és megmaradt nekünk. A következő darab pedig, amit ezután játszom, az pedig már azért szomorú időkre vezet vissza. Sokan mondják, hogy az ír népnek a lelkisége az hasonlatos a magyarhoz, mert hogy ők is annyit szenvedtek, mint a magyarok. Hát az biztos, hogy szenvedtek. Náluk is sok-sok éhínség tizedelte meg az országuk lakosságát, és volt például egy olyan nagy éhínség, most nem tudnék pontos dátumot mondani, de akkor az ő nagyon fontos növényük valamilyen krumpli rész volt, és nagyon sokan vesztek is oda, meg vándoroltak el az országból. És ebből az időszakból való ez a dal, és annak pedig az lesz a címe, hogy Írország asszonyai. Következne tehát egy igazi ír tánc, egy induló, egy menetelős dal, és utána pedig egy szép paradisztikus. Kiállták az évszázadok próbáját. Tehát mondjuk Mozart kísérletek.
érettségi zenéje, vagy a világi négyes szak, az lehetőleg sokaknak unalmas, mások viszont azért szeretik annyira hallgatni, mert hogy tényleg a mesterünk, akik írták ezeket a darabokat, azok tényleg zseniálisak voltak. Én azt hiszem, hogy néhány klasszikus zenész társammal ellentétben én kifejezetten szeretem ezeket a klasszikus zenei örökzöldeket játszani, mert ugye megpróbálok úgy gondolkodni, hogy lehet, hogy én már ezt annyiszor hallottam az életben, a csuda, viszont ha egyetlen egy ember is van a közönségben, aki még esetleg ezt nem hallotta, vagy neki tényleg örömet okoz, hogy tudja dúdolni azokat az ismert darabokat, akkor hát végül is ugye azért muzsikálom, hogy a közönségnek adjuk valamit. És ez egy ilyen kölcsönösségi folyamat, tehát kicsit ez egy ilyen párbeszéd. Éppen ezért az a két dal, amit most hozok, az nem csak én szeretem nagyon, rá is tettem például őket az egyik lapszemre, hanem nagyon bízom benne, és szinte biztos vagyok benne, hogy nagyon ismerősen fognak csengedni. Az elsőnek a zeneszerzője Albinoni, Tommaso Albinoni. Ez egy nagyon szép lírai lassú darab. Sokaknak gyászos gondolataik vannak tőle, pedig szerintem a szomorúság is lehet szép. Tehát nem kell, hogy mindig mindenki boldogan mosolyogva táncoljon, hanem a mély szomorúságnak is megvan a maga szépsége. A rákövetkező darab viszont már nem szomorú lesz, hanem az pedig pont, hogy nagyon sokan esküvők közöttik. Az pedig Johann Pachelbel, szintén barokk zeneszerző egyik nagyon híres darabja. Egyik sem hátra készült sajnos, mert akkor még nem létezett ilyen hárfa, hanem sokkal kisebb, meg más szerkezetű hangszerek voltak, de az átirataikat legalábbis én nagyon szívesen játszom. Következik tehát két igazi barokk örökzöld, Albinoni Adagio-ja, és utána Pachelbel Carmen. Thank you.
körülbelül akkor lett ilyen, mint amikor maga a zongora is kialakult. Tehát ugye az 1800-as évek elején, 1700-as évek végén a zongora sem úgy készült, hogy egyszer csak leesett az égből, és rögtön hangra esett zongoraként funkcionál, hanem azért annak is úgy megvoltak az előzményei minden hangszernek. És a hátra, amikor kitalálták, hogy ne csak úgy legyenek, most lehetőségben persze a történetet, hanem pedáljai is, mert hogy vannak pedáljai is, két pedálja van, és minden pedálnak három állása van, tehát itt nagyon komoly lábmunka folyik. Szóval amikor kitalálták a hárfát, hogy így működjön, akkor kezdtek rákapni igazán a zeneszerzők ennek a hangszernek az ízére, és akkor kezdtek nekiállni darabokat írni rá. Szerintem a 19. században hát 20-szor annyi darabot írtak, mint az előtte levő évszakadokban összesen, sőt lehet, mint 100-szor. Tehát akkor nekiálltak hirtelen hátra darabokat írni, és aztán ez a népszerűség szerintem nagyon meg sem állt egészen napjaikig, legalábbis nyugat-európai országokban biztosan, és talán már most már az utóbbi években itt Magyarországon is népszerű, mi sem bizonyítja jobban, hogy én itt vagyok, Mohácson a Szent Márton nagy igazságok koncertjén. Tehát azért az emberek igenis kíváncsiak erre a hangszerre. Most jártam egy olyan darabot, ami ebből az időszakból való, amikor elkészült ez a gyönyörű hangszer szerkezetileg is, már nem maga ez a hárfa, hanem úgy általában a hárfa természetesen. Egy romantikus zeneszerző darabja következik, a címe az, hogy Rocca, és arra a rockára gondol, amivel ugye a fonalat készítették. Akkoriban sok ilyen jellegű darabcím született, és mielőtt eljátszom, azelőtt valaki kérdezte tőlem, hogy milyen régiek ezek a hárfák, ami lehet játszani. És hát mondjuk egy 100-200 éves hárfán valóban nem lehet játszani. Tehát már ez nem csak egy elszólás volt az előző részemről. A hárfa az nem olyan, mint egy hegedű, hogy minél régebbi, annál jobb, és annál jobban lehet rajta játszani. Mert a fa az sajnos hát nem bírja ezt az erőteljes feszítést, amit a hullók kifejtenek rá. Mondjuk egy hegedű test az pedig sokkal kisebb, tehát az jobban elviseli ezeket a viszontagságot, mert nem is olyan erős az a húroknak a húzása, de az biztos, hogy ezeket a fákat is kezelni kell, és hát azért mondjuk egy 100 éves hárfa játszani, azt a nagy ajándék egy hárfásnak, hát az biztos, hogy az a hárfa az már nem úgy szól. Sajnos, de ez a hárfa, ez a francia hárfa, az maga is gyönyörű. Tehát francia hárfán következik egy francia romantikus hárfa. Egy darab, egy romantikus, akkor azért alapvetően ez a
zenészek teljesen más értenek rajta, mint azok az emberek, akik csak szeretik hallgatni a zenét, de nem feltétlenül ezt tanulták. A romantikus zene szaknyelvileg az egy bizonyos korszakot jelent, a 19. század zenéjét most úgy kicsit nagy vonalakkal rajzol fel ezt az időszakot. Manapság viszont, amikor azt mondjuk, hogy romantikus zene, akkor azért alapvetően arra a hangulatra gondolunk, amit maga ez a zene nyújt, tehát romantikus hangulatban kerülünk, és a hárfa azt hiszem biztos, hogy az egyik legnagyszerűbb hangszer erre a romantikus hangulatra. Több ilyen darabot hoztam, csak kettőt fogok most egymás után lejátszani, amit én kifejezetten ebbe a világba sorolnék. Az elsőnek a címe az, hogy álmodozás. Hát az álmodozás nem jön, és is lehet romantikusabb. És utána a következő darab, annak pedig a címe az, hogy a vízen. És ennek a vízen című darabnak van egy olyan története, hogy én ott voltam, amikor az az osztrák hárfaművésznő, aki ezt a darabot írta, bemutatta ezt a darabot Magyarországon pár évvel ezelőtt, és ő elmesélte azt a történetet, hogy valóban ez a darab úgy keletkezett, hogy ő, amikor éppen nyaralni volt, de miután egy zenét soha nem nyugodt volt, hogy a nyaralásra is vitte magával a kis hárfáját, és egy ilyen szép tóparton volt a nyaralunk, vagy az a helyen, ahol ő ment nyaralni, és egy ilyen csöpnyi hárfával beült a csónakba, kiévezett el a tóra, és attól kapott ihletet, úgy írta meg ezt a darabot, hogy békésen ringatózott az ő kis ladikja a vizen, és ahogy nézte a hullámokat, ahogy fotózódnak körülötte, az adta neki az ötletet ennek a darabnak a megírására. És egy ilyen csavarral összefűztem ezt a két darabot, tehát álmodozás és a vizen. Tehát, mint hogy álmodoznak a vizen. Thank you.
ismert dallamokkal érkeznek, nem csak én gondolgatom. Ugye a hátát, hát a máshol nem, hát nem mindig játszik itt a kártás Bogácsi emléktemplomban, akkor általában ki lehet hallani fémek zenéjében, meg műzikelek zenéjében, néha úgy belezendít a hátra, és akkor jön egy gyönyörű visszahangó, és akkor tudjuk, hogy hátra lett volna. És valóban fényzene szerzőkök tényleg előszeretettel használják, szerencsére azért nem csak egy-egy effekt kedvéért, hanem azért vállalkozó szellemű hátások megcsinálták néhány rendszerű és ismert musical dalatnak a hátás feldolgozását. Ebből játszom minden egyet-kettőt most. Következik tehát Weber két nagyon híres színpadi művéből, a Macskákból és az Operaház Fantomjából egy-egy gyönyörű dal, és utána pedig harmadikként egy olyan, hát egy ária következik, aminek hát Weberhez már nagyon sok köze nincsen, viszont szerintem a hangulathoz nagyon is hozzájut, mert ez is olyan színpadon való teátrális, nagy érzelmeket gerjesztő darab. Ennek az eredeti címe a Contrapartiro, ami azt jelenti, hogy beleindulok el, de aztán nem ezen a címen lett híres, hanem a Time to Say Goodbye címen. Méghozzá főleg akkor, amikor Andrea Bocelli Sarah Brightman-nel énekelte együtt. Ez itt még lehet, hogy senkinek semmit nem mond, vagy is nem sokaknak, de hogyha felcsendülnek a dallamok, az már ismertebb lesz. Következik tehát három gyönyörű, hát mindenhez szerintem a szerelemhez kötődő dal. A Macskákból a Memory, az Operaház Fantomjából a The Music of the Night, és végül a It's Time to Say Goodbye. Tehát azért nem mondjuk búcsút, mert én most jön majd a melegedős rész. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Ez egy nagyon jó választás volt szerintem, mert van mindennyien egy kicsit többet vettünk.